Ilyen volt, ilyen lett. A Lubi kastély régi pompájában látható, és most már látogatható nagyar szívében a felújított épületet hétvégén adták át. Ez egy interaktív kastély múzeum, aminek a lényege, és az ötletnek a lényeg és a megvalósításnak a lényege az, hogy főleg iskolai csoportok részére, diákok részére játékos formában. Okítsuk, mutassuk be a környék, történelmét, irodalmi és egyéb nevezetességeinek értékeit, tudnivalóit, és ezt egy olyan modern számítástechnikai eszközökkel oldottuk meg ezt a feladatot, ami a iránt a fiatalok fogékonyabbak, tehát nem egy ilyen poros, avitt múzeumot próbáltunk létrehozni, hanem egy ilyen élő fiatalos, mozgalmas. Produkciót. A kastély múzeumban történelmi és irodalmi termeket is kialakítottak, ezekben tanulhatnak és versenghetnek a diákok, sőt a felnőttek is. Olyan formában lehet játszani, hogy önmagukban a gyerekek saját eredményeit is mutatják, illetve a csapat eredményeit is mutatják. Hadd mondjuk egy példát, például a történelem teremben egy. Kuruc-labbanc csata van megjelenítve, és amennyiben a gyerekek jól és helyesen felelnek, akkor a kurucok, mert hát természetesen a gyerekek velük vannak, akkor legyőzik a labbanc sereget, és, és ezért pluszpontokat kapnak. Tehát egy élmény, élményt adó tanulási folyamatra gondoltunk, ami, ami 21. századi módon van megvalósítva. A kastélykertet nem tudták eredeti állapotában felújítani, mivel annak kialakításáról nem maradtak fenn dokumentumok, ám a tervezők a kastélyhoz méltó a 19. században vagy azt megelőzően nemesített és regisztrált rózsafajtákkal telepítették újra a kertet, melynek közepére egy kör alakú, szobros, csobogós szökőkút is került. A kastély múzeum átadásával együtt idén is megtartott a Lubi emléknapot. Lubi Géza a Fehérgyalmati térség országgyűlési képviselője volt annak idején, és az ő lánya volt Lubi Margit, aki itt van eltemetve a Lubi kriptában a kastély mellett és a magyar néprajz, a magyar női néprajznak, a szatmári néprajznak a meghatározó alakja. Lubi Géza országgyűlési képviselőként nagyon sokat tett a térségért, tehát a Lubi család is nagyon sok olyan tagja van, akikről lehetne beszélni, Lubi Károly, aki családtörténeti kutatásokkal foglalkozott, Lubi Lajos, akinek már apja volt a a Lubi család, de mégis a Lubi Lajos nevet használta, a másik világháborúban nagyon híres huszár volt. És hát attól vagyunk, szatmáriak attól vagyunk beregiek, hogyha pontosan tudjuk azt, hogy kik vagyunk, és kik nem vagyunk. A Kastély és a Rózsakert felújítása mellett nagy szerepet kapott egy újonnan indított internetes portál is.